Illata és külleme alapján kellett felismerni a kakukk füvet. A gyógynövények voltak a vetélkedő fókuszában. Wagenhoferné Paul Magdolna segített a szervezőknek. A természetgyógyász szerint fontos a környezeti nevelés. Annyira eltávolodtunk a természettől. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerekek minél kisebb korba visszakanyarodjanak a természethez, illetve a gyógynövényeket megismerjék, a legegyszerűbbeket egyáltalán tudják használni, felismerjék azokat, és a mindennapjaik részévé válhasson ismét, ahogy régen is volt. Balatoni combók, Peleapó lányai, szalamandrák. Ilyen kreatív neveket választottak a csapatok. Keszthelyi, zalapáti és gyenesdiási iskolások versengtek. Igazából nekem ez szerintem egy kihívás, tehát hogy én szeretem nagyon a természetet, meg az ilyen helyeket, és az egyik barátom, aki most szintén itt van, ő mondta, hogy belenevezzek. A fák, egymást ölelő hűtársak, bükkök és tölgyek és hársak, testvéri közösség. Az erdők, a Keszthelyi hegység értékei, kilátók és az év élő lényei is a feladatok közt szerepeltek. A Fejér György Városi Könyvtár 2009 óta várja versengésre az általános iskolás tanulókat. Az első írásbeli forduló iránt nagy volt az érdeklődés. A 6.-7. osztályosoknak van mindig ez a verseny meghirdetve, és ugye a 4 éve pedig online lehetőség is van bárki számára, és ma pedig eljött az idő, hogy ez a legjobb 6 iskola 4 fős csapattal megmérettesse magát. Az idei évben több mint 10 iskola jelentkezett, nagyon sok tanulóval, és hát a legjobbakat hívtuk ma a kis kreatív, játékos vetélkedőre. A szervezők fontosnak tartják a felkészítő pedagógusok partnerségét. A könyvtár köszönetet mond a támogatóknak is. A Zöld Zala versenyt a Balatoni Combók csapata nyerte. A Gyenesdiási Kárpáti János általános iskola diákjait Durancsik Éva készítette fel.